A kedreggeli pollen térképen egész Magyarország vörös, vagyis extrém magas a parlagfű koncentráció. Az üröm is egy gyakori allergén, sokan szenvednek tőle, a napokban az ország déli részén kívül szinte mindenhol. Mindkettőnél augusztus vége, szeptember eleje a főszezon. A gombaspórák pedig főleg nyugaton keserítik meg most az allergiások mindennapjait. A statisztikák szerint évről évre több az allergiás beteg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az, hogy pontosan mennyi allergiás beteg van, az sajnos nem ismert, ugyanis ez nem egy bejelentésre kötelezett megbetegedés, viszont tudjuk, hogy maga az allergiára való hajlam, mint betegség öröklődik. Tehát évről évre lényegesen nagyobb a száma, mint a korábbi években volt. Durván azt mondhatjuk, hogy körülbelül minden tizedik ember valamilyen allergiában szenved. Ez lehet ugye légúti, bőrgyógyászati, illetve gyomorbérrendszeri allergia. A parlagfű allergia a mi környékünkön, a mi megyénkben mindig olyan augusztus 20-a körül kezdődik, jellegzetes allergiás tünetekkel, úgy mint az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés, könnyezés, lágyszájpad viszketés, illetve köhögés fulladás formájában is megjelenhet. Ha ezek a tünetek súlyosbodnak, érdemes felkeresni egy szakembert, aki pontosan meg tudja állapítani, mire vagyunk allergiásak és hogyan lehet azt hatékonyan kezelni. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el. Épp ellenkezőleg idővel újabb allergiák alakulhatnak ki, szövődményként pedig asztma is jelentkezhet. A krónikus ornyálkahártya gyulladás miatt pedig fogékonyabbak lehetünk más betegségekre is. Mindenképpen szakemberhez kell fordulni, amikor először gondolunk arra, hogy allergiás megbetegedésünk van, fontos lenne tudnunk, hogy mire vagyunk allergiásak, melyik időszakban kell felkészülnünk a különböző házi praktikákra. Értek itt ez alatt étrendbeli változásokat, ugye köztudott, hál' Istennek már a betegeink körében is elterjedt, hogy bizonyos ételek és az allergének között keresztreakció van. Ugye mivel most parlagfű allergiáról beszéljünk erről a keresztre. Itt a dinnye, a sárga dinnye, a görög dinnye, sajnos a citrusok féle, a mangó, a citrom, étolaj, napraforgómag, ezek keresztreakciót adhatnak, és ugyanolyan tüneteket, sőt, itt megjelenhet már a gasztrointesztinális, tehát a gyomorbérrendszeri tünet hányás hasmenés formájában is. A másik praktika az, hogy ebben az időszakban kerülnünk kell a pollennel nagyon terhelt környékeket, például réteket, mezőket, erdőt. Nem javasoljuk, hogy ebben az időszakban parlagfű allergiás beteg például erdőben fusson, ahol nagyon sok a pollen. Léteznek immunrendszert erősítő injekciók is, amelyek 60-70%-ban képesek a pollen allergia során kialakuló rohamokat visszaszorítani. Ez fontos lehet, hiszen az előrejelzések szerint másfél évtizeden belül minden második magyar a saját bőrén tapasztalhatja majd az allergiás rohamok kínjait.